Látod, Mimir? Egyedül képtelenség mindent elérni. Az összes akadály. Esély, hogy lássák, képesek vagyunk legyőzni őket. Vitatkozhatunk, én meg az apám, te és Freya, Brock és Sindri. De ha együttműködünk, tényleg jó csapat vagyunk. És ezt Tyr próbálja. Ezért fogunk eljutni a Tűnhelynybe. Hallod ezt, testvér? A pajtás megtalálta az egyensúlyát. Ez mit jelent? Úgy érti, bölcsen beszélsz. És ezt jó hallani. Ha, és tényleg átfordításra építették. Nézzétek, fejjel lefelé van a fa. Vagy mi vagyunk? Már nem tudom. Fiú, a késed. Dréfa. Nos, mi az? Valamilyen utazók. Hadd lássam. A nagy Audumla tölgyére. Ez az egység kő. Ismered? Nem voltam benne biztos, hogy létezik. Ha ez Tyré volt, az megmagyarázza, hogyan tudta elérni az összes világot és az egyéb földeket. Ezt tartotta. A könyvtárban lévő táblán. Igen. Igen, ez az, most már végre értem. Azt ábrázolta, hogy Tyr a világok közti világban sétál. Tudod, hogy soha nem szabad letérned az útról, nos? Tyr mindig is a maga útját járta, ha érted, mire gondolok. A világok közti világ. Szóval Tyr oltára őt ábrázolta, mint lelép a világ fa ágairól. És úgy gondolod, hogy a Jotunheim vezető ősvényhez nekünk is ezt kell tenni? Igen. Te jó ég! Tényleg arra gondolsz? Brock! Vetnél erre egy pillantást? Mit osztatok Brocknak? Remélem, jól meggondoltad, ha tényleg a semmibe akarsz ugrani. Nem a te ötleted volt? Találjuk meg a saját utunkat. Idióta. Ez az, ahol Tyr továbbment, és az egységkő megvédte. Készen állsz? Igen. Nos, ha itt a vég, egy élmény volt. Bíz bennem. Azt hittem, lesz majd egy híd! Ó, hogy lehet hány ingerem, ha nincs is gyomrom? Ugyan már, ez remek volt. Nézd! A torony! Tudtam, hogy van itt lent valami. Elképesztő. Hogyan rejtesz el valamit, ami minden világban létezik? Kiveszed az összes világból a köztük lévő térbe. Okos öreg Tyr. Ott lesz a Tűnhely. Nem gondolnám. Sajnos a megoldás sosem ilyen egyszerű. Hogyan tudjuk használni? Javaslom, hogy menjünk be, de legyünk résen. Tyr próbatételei mindig nehezebbek, mint ahogy tűnnek. Tapasztaltam. Ez meglehetősen üres. A talpazat. Jaj, ne! Elragadta a követ! A torony elnyeli a kő energiáját. Valami történik. Mozog? Mozog! Tudja, mit kell tennie. A kő ellátta a feladatát. Beteljesítjük Tyr varázslatát. Mi történik most?
Fogalmam sincs, testvér. De a zuhanás után remélem a legrosszabban túl vagyunk. Ó, oh, nem! Hát ez sokkal rosszabb. Örülök, hogy vége. Most hol vagyunk? Ó, Alfheimnek tűnik. Anna! Anna! Gratulítsuk! Te jó ég, itt jönnek. Igen. De hol vagyunk? Visszatértünk Midgardba! Ott a híd! Megcsináltuk! A torony megint a helyén van!
Irány az utazószoba, onnan eljutunk Jötunheimbe. Hogy csinálta ezt? Odin gyanította, hogy az óriások birtokolnak egy keveset az ősi Jötnár alkotó eszenciából. Abból, amelyből az összes világ épült. Az egységkő bizonyára ebből lett megalkotva, és az, hogy egy kívülállóra bízták, jól mutatja, mennyire kétségbe voltak esve. Tír tűztájai. Az összes világot összekötő fény szimbóluma. Miért használt ilyen furcsa rúnákat? Most, hogy mondod, nem használt. Hát találjam ki, van valamitek, ami érdekelhet? Ki gondolta volna? Kitartás, fiú! Énekelni fognak. Igazságszolgáltatásra. Tetszik valami? Egyél meg mindent, amit lelősz, jól van? Mi legyen? Mi legyen? Tudod, ha valaki olyan kicsi, mint mi, az sokszor kapóra jön, kevésbé találnak el. Nézzük, mit szeretnél. Fiú, válasz csak! Nem tudom, mit találunk Jötunheimben, de el kell tüntetnünk a nyomainkat. Odint a hollói értesíteni fogják a toronyról, és nem hagyhatjuk, hogy ezt előnyére fordítsa. Rendben van. Csak állj meg! Ez nem fog működni. Miért? Nincs utazó kristály. Tír bizonyára a saját szemét használta hozzá. Ez volt az utolsó biztonsági láncszeme. Tölte szemed olyan, mint neki? Így van, pajtás. De csak egy. Odin épp emiatt nyomta ki a másikat, hogy ne utazhassak. Ne haragudjatok, azt hittem működni fog. Mit csinált Odin a másik szemeddel? Eltette. És fogalmam sincs, merre lehet. De mindjárt ott vagyunk. Kell egy megoldás. Figyeljetek,
Bár kicsi az esélye, de éveken át láttam Sindrit és Brockot a hegy körül ólálkodni, ahová Odin előszeretettel szokott utazni. Lehet, hogy ők tudnak valamit. Brock és Sindri! Srácok, nem tudjátok, hol találjuk Mimir másik szemét? Sajnálom. Ami azt illeti, Odin megkért... Építsek egy... Megmutatta nekem, és én... Nemet mondtam. Ne harap... Bocsássatok meg! Ez volt ám a segítség. Tudjátok, nagyjából akkor történt, amikor Odin megkeresett, hogy építsek egy szobrot valamilyen rejtett fülkével. Nos, mivel nem fegyver, az ázok meg csak egy csomó hímlőholyagtól foltos nyomorult, így én visszautasítottam. De aztán megépítette mással. Milyen szobor? Thor szobra, amelyik a pecsét mutogatja a tó felé. Amit a kígyó felfalt. Elnézést kérek, már sokkal jobb. Hogyan tudnánk kiszedni a kígyóból? Kígyóból? Jobb, ha megyünk és megnézzük maga a kígyó, mit szól ehhez. Hát, srácok, nem tudom, mi vár ránk, de ideje ellenőrizni a felszereléseket, hogy megfelelődhet. Azt még egyszer a kürthöz! Készen! A szoborral. Úgy gondolja, még mindig a gyomrában van, és megengedi, hogy bevezz a száján át, hogy megkerest. Fúj! Tényleg? Egyébként neki sem tetszik az ötlet. Szóval tényleg ezt csináljuk. Hagyjuk, hogy a kígyó lenyeljen minket. Maradj, ha akarsz. Ezt biztos nem hagyom ki. Atreus, hozzám! Megyek már, megyek! Biztos, hogy ez jó ötlet? Nem. Tudjátok, sok furcsa helyen voltam már, de ez a legfurcsább. Igen, én sem voltam még egy óriás gyomrában. Hát te, apám? Olyan éban nem, aki nem próbált megenni. Nem lepődtem meg a válaszodon, testvér.
régebben álmodtam arról, hogy megesznek. Az álmoktól nem kell félni. Nem félek. Csak emlékeztetett arra, mit éreztem régen gyerekként. Keressük meg a szobrot. Há, nincs is annyira büdös, mint hittem. Olyan, mintha hangasört főznének. Igazából eléggé kellemes. Ura vagy. Van valami ott lent. Kikössük? Ott a pörölj. Mimir, van ötleted, hol lehet a szemed? Nincs. Sajnos nem látok vele. Igen, ez egy szem. Tedd bele a fejembe, hogy biztos helyen legyen. Óvatosan, csak óvatosan. Köszönöm, testvér. Örülök, hogy végre ismét teljesben látok. Megértjük a Niflheim bunákat. És megvan az utazó runa is. Oda megyünk? Milyen érzés, Mimir? Nem mondom, hogy újra egésznek érzem magam, de jelentős a javulás. A Bifröst sértetlen? Igen. Akkor megvan minden. Irány, Jötunheim! Most már semmi sem állíthat meg minket. Hajti, hallottad már azt, hogy kísérti a sorsot? Itt szinte éget a víz. Ez víz, ugye? Igen, nagy részt. Hogy jutunk ki? Jelzünk a... Kapaszkodj! Mi történt? Hát, ez egy kissé ijesztő volt. Lehet, hogy a jelenlétünk ingerli Jörmungandr gyomrát. Nem, valami nincs rendben.
Semmi jó. Hál' Isten, vége. Megütötte valami? Mi volt ez? Siettünk el. Egyet értek, testvér. Kapaszkodj és figyelj az egyensúlyodra! Felborul a csónak, én... Foglak! Hozzászokni. Mi történt vele? Miattunk van? Nem. Valaki más. A halott óriás. Miért pont ide köpött minket a kígyó? Nézd! Szerinted bízhatunk benne? Amíg ki nem derítjük, tartsuk a távolságot. A világkígyó. Mi történt itt? Reméltük, te tudod. Messze vagy az otthonodtól. A fiamat keresem. Ti ketten. Segítettetek tisztábban látni. Tehát nem tudod, hol van? Nem. De az erdők és a mezők azt ő nevét beszélik. Tudom, hogy itt jár Midgardban. Mikor láttad utoljára? Régen. Még a születésed előtt. Miért álltok olyan távol tőlem? Mi a baj? Valami történt. Nézzétek! Volt egy olyan érzésem, hogy ha bántom a nagy kígyót, akkor ti ketten is előkerültök. Van fogalmatok róla? Bármilyen fogalmatok? Hogy mennyibe kerültök nekem? Fiam. Anyám. Itt vagyok. Ne fuss el. Ó, nem megyek sehová, anyám. Tudom, hogy még mindig dühös vagy. Tudom, hogy az érzéseid nem változtak, de szeretném, ha... Az érzéseim? Az érzéseim! Száz éven keresztül erről a pillanatról álmodoztam. Elpróbáltam mindent, amit valaha csak mondani akartam neked. Minden szót, hogy megértessem veled, pontosan mit loptál el tőlem. De most rájöttem, hogy nem kell veled megértetnem semmit. Nincs rád szükségem egyáltalán. Ne, menj innen, Kratos, ehhez neked nincs. Az út, amelyen jársz, a bosszú, nem vezet békéhez. Én tudom. Te, veled majd később foglalkozom. Első a család. Már megint ez? Menned kell! Kérlek! Nem! Tudok hatni rá! Hagyjátok abba a harcot!
csak varázslataid! Utállak! Nem kell a segítséged! Meg tudom védeni magam! Ahogy engem is védtél! Önző boszorkány! Azt mondtam, elég! Rott! Javaslom, hogy fordulj el, fiú! Ez nem lesz szép. Nem hagyom, hogy bánsd! Ne, fiú! Rendben. Állj! Ne! Ne! Atreus! Vérzel! Lélegezz, fiú! Lélegezz! Nem, az én vérem. Ez meg mi? Ezt érzem. Mindent érzek. Most már sebezhető? Ne! Anyám! Ennek itt most vége! Mi történik? Freya végezni akar velünk! Nem! Hallod a szelet? Mozgunk! A nyíl! Baldur megütötte a fagyöngyöt! A teges szíjában, igen. A fagyöngy megsebesítette? Freya szerint gonosz. Nem csak megsebezte, hanem megtörte a bűbájt. Meg lehet ölni. Teljesen biztos. Kezd minden visszatérni. Most már emlékszik rá. Ezt ő irányítja. Maradjatok ki ebből, meg tudom vele beszélni! Nem, asszony! Nem tudod, meg fog ölni téged! Nem tudtak megállítani! Senki sem tud! Hol van? Nem érdekel, ha megöl! Meg fogom védeni! Nem hagyom, hogy meghalljon! De megható! Itt az ideje, hogy befejezzük! Ott! Fejezzétek be! Azonnal! Mámorító! Még! Üss még! Érzem! Ne! A fagyot! Ne várj a fiamat! Azt hiszem, hogy ez visszatarthat! Gyenge vagy, anyám! Eljövök érted! Anyám! A hideg olyan jó érzés! Imádom! Ezt nem hagyhatom! Hé, húsz!
szél! Atreus! Itt vagyok! Minden rendben! Én pedig remekül vagyok! Soha nem éreztem ennyire, hogy élek! Elég legyen! Riva! Atreus! Hagyjátok békén a fiamat! Nem kell ezt tennetek! Ott van! Állítsd meg! Kérlek! Elég volt a fájdalomból! Fogd be, anyám! Ah!
Szállj le róla! Élt meg, Hark! Szeretném megköszönni mindkettőtöknek! Megtettétek, amit maga a mindenek atya sem tudott! Soha nem éreztem még ennyire, hogy élek! Ironikus, nem? Mi? Nem! Miért nem haltak meg? Lemészárollak titeket! Nem kell így engedni! Kérlek! Mindannyian, álljatok le! Atreus gyermeke! Roma! Segítsenek réget vetni, kérlek! Miért nem hallgatszom rám? Csináld, csináld! Hagyd abba! Kérlek! Már legyőztük, apám. Nem fenyegetés. Nem bánthatod soha többé. És hozzá nem elérni. Nem kell a védelmed. Igaz, anyám? Neked mindegy, hogy mit mondok, vagy teszek. Folyton csak beleavatkozol a kibaszott életembe! Csak meg akartalak védeni. Én... hibáztam. Tudom. De szabad lettél. Megvan, amire vágytál. Bocsáss meg nekem, hogy mi ketten újra kezdhessük. Nem.
Nem fogjuk, mivel... én sose fogok megbocsátani neked. Meg kell fizetned azért az életért, amit elloptál tőlem. Képzelt. Megfizettem. Megfizettem! De ha csak attól tudsz kiteljesedni, hogy holtan látsz, ezzel békére lelve, akkor nem állítalak meg. Tudom. Mi? Ne! Apám! Szeretlek. Miért? Mi közöd van hozzá? Miért nem mész el? Ennek itt most vége. Jobbnak kell lennünk ennél. Ne, a fiam, az én kisfiam. Freya, ő döntött így. Rád zúdítok minden szenvedést, minden elképzelhető erőszakot, ami létezik. Parádézom a kihűlt hulláddal, minden birodalom, minden földjén, és a lelkedet a hél legaljasabb mocskával etetem meg, ezt megígérem! Megmentett téged! Mindent elvett tőlem! Mindent! Te csak egy állat vagy, akit a harag és a kegyetlenség éltet, mindig is ez maradsz. Akkor nem ismersz. Eleget tudok. És ő? Fiú, jól figyelj. Egy Spárta nevű helyről származom. Alkut kötöttem egy istennel, ami a lelkembe került. Sokakat megöltem, akik rászolgáltak. És sokakat, akik nem. Megöltem az apámat. Az apádot láttad a hélben. Ezt jelenti Istennek lenni. Mindig ez a vége. A fiúk megölik az anyjukat, az apjukat. Nem. Mi döntjük el, milyen istenek leszünk. A múlt nem számít. Te nem leszel olyan, amilyen én voltam. Jobbá kell válnunk. Úgy néz ki, mi lettünk a rossz fiúk. Számára igen. De sose tudta volna ezt megtenni. Fejezzük be az utazást, amíg van hozzá erőm.
nem értem. Tudom, hogy helyesen cselekedtünk, de a végén nagyon gonosznak tűnt. Nem gonosz. Megöltétek a fiát. A fiát. Egy gyermek halálán a szülő nem teszi túl magát könnyen. De megölte volna. Inkább meghalna, csak hogy a fia éljen. Ez csak egy szülő értheti. Szóval hagynád, hogy megöljelek? Az életed függne tőle. Igen. Nézd, nem volt könnyű döntés. Senkinek testvér. De van... Való igaz, hogy helyesen cselekedtél. A világ jobb hely Freyával, csak adjatok neki időt, majd rendbe jön. Akkor vissza Tír templomába utoljára. Bizony. Irány Jötunheim. Miért kellettünk Baldurnak? Odin biztos meggyőzte, ha követ titeket Jötunheimbe, akkor meggyógyul. Egy újabb hazugság. Miért törte meg a fagyöngy a bűbány? A ván varázslat erős, a szabályai nehezen érthetőek, de biztos van értelmük, ha boszorkány vagy. Mégis ez annyira tragikus. Baldur volt a legnagyobb ajándék, amit Odin neki adott. Az egyetlen, amit megbecsült Freya a házasságából. Remélte megóvhatja a fiát, magát pedig a veszteségtől. De az ilyen indítékok a szülőket gyakran ostoba döntésekhez vezetik. Itt vagyunk! Végre látni fogjuk az óriásokat! Hát, ha minden a terv szerint halad, gyerünk, állítsd be Jötunheimt, és útra is kelünk. Remélhetőleg. Fiú, a fej! Készülj! Ó, igaz! Megvan. Remélem nem robbant fel emiatt, vagy ilyesmi. Ó, erre nem is gondoltam. Talán megbeszélhetnénk ezt. Á, biztos rendben leszel. Kész vagyok! Ó, de kellemetlen! Most, fiú! Közel lehetünk. Szóval, mire várunk? Szerinted messze van? Meglátjuk. Egy szó, mielőtt tovább mennénk. Szerintem semmi szükség rá, hogy egy levágott fej elrontsa a pillanatotokat. Miért ne várjak inkább itt? Ez csak kettőtökre tartozik. Ez igaz. De ha valaki rád talál... Sif úrhölgy, puha, tökéletes dudáira! Megcsináltátok! Bocsánat, ezt látnunk kellett. Nem! Bah, jól van, csezd meg, legyen! Vigyázzatok rá, amíg távol vagyunk. Kibírom? Nem bírom. Meg lesz. Kész vagy? Gyere! Nagy terveim vannak velem, fiú! Siessetek vissza, kérlek! Ne áltasd magad, kecsem!
nézd! Az óriás ujja! Látom a legmagasabb csúcsot! Ott van! Megcsináltad! Megcsináltuk. Mit csinálsz? Nincs már mit rejtegetnem. Mehetünk. Olyan közel vagyunk. Fiú. Fiú? Semmi. Csak azt hittem, mostanra már hallunk valamit. Halló? Van itt valaki? Mi ez a hely? Itt mentek keresztül, mikor elhagyták Midgardot. Már akik túlélték. Odin és Thor mindig mindent elrontanak. Minden választ két új kérdés követ. Várj! Apám! Valami történt! Fejszéd? Ez anyám. Nézd! Egy csomó óriással vitatkozik. Ismerte az óriásokat? Ezek mi vagyunk? A találkozásunk a világkígyóval. De hogyan? És a csatánk Baldurral. De hát ez nemrég történt. Várj. Ők mindvégig tudták, mi fog történni. A sárkány a hegyekben. A kőműves. Az összes rajz. A mi történetünk. Nem. A te történeted. De... mit jelent mindez? Azt, hogy nem csak nekem voltak titkaim. Nem tudtad. Anyám óriás volt. Én is óriás vagyok. Miért nem mondta el nekünk? Ide küldött minket, mert tudta, hogy mit találunk. De...
Miért nem mondta el az igazat? Megvoltak az indítékai. Baldurt nem azért küldték, hogy engem megtaláljon. Egész idő alatt anyádat követte. Nem tudta, hogy csak a hamvai. A terve volt velünk. Megbízom benne. Bármi is legyen az. Ráadásul... eddig sosem tévedett. Gyere! Mindjárt a végéhez érünk. Igen. A végéhez érünk. Nézd, ez anyámé. Itt járt. Előre látta minden lépésünket. Mintha mindig velünk lett volna. Védelmezve minket. Hazavezetve bennünket. Fejezzük be. Apám. Nem. Együtt csináljuk. Fiam. Ég veled, fény. Szeretlek, anyu. Az óriások. Mind meghaltak. Számunkra nincs itt semmi. Gyere. Szóval, anyám óriás volt. De hát én óriás és Isten is vagyok. És halandó is. Igen. Már csak egy valamit nem értek. A nevem a falon. Az óriások úgy hívtak... Loki? Loki. Anyád ezt a nevet akarta adni neked. Lehet, hogy a saját népe előtt így hívott. De miért? Majd később foglalkozunk vele. Most induljunk haza. Értem, miért akarta, hogy idehozzuk, hogy a saját népével lehessen. De tudta, hogy ilyen lesz itt? Azt akarta, hogy ezt lássuk? Azt akarta, hogy elmondjuk az embereknek, vagy titokban tartsuk? Én... nem tudom.
Mit tegyünk? Rád bízom a döntést. Ó. Oh. Szóval, miért pont Atreusz? Az biztos, hogy nem egy isten után. Nem. Katona volt. Spártai. Egy nagy harcos. Minden spártai nagy harcos. Születésünktől képeztek. Az életünk a fegyelem, a kötelesség, a csata és a halál volt. Kegyetlen életet kegyetlenül üdvözöltük. De a spártai Atreusz más volt, mint a többiek. A legrosszabb időkben is mosolygott. Ő boldog volt. Arra ösztönzött minket, hogy reménykedjünk, hogy bár harci gépek vagyunk, mégis van bennünk emberség, jóság. Amikor eljött a napja, a harcban feláldozta magát. Sok életet megmentve, a javunkra fordította a csatát. Én vittem haza a pajzsán, és temettem el a spártai szokások szerint. Az emléke fénnyel tölt el a sötét időkben. Hű, sikerült egy tényleg jó sztorit mesélned, és Mimir kihagyta. Az akarsz menni, de talán mások megsegítése is anyám tervének része volt. Mármint, mit tenne a spártai Atreusz? És mit tenne Loki? Fura egy név. Örülök, hogy a tiédet viselem. Annyira örülök, hogy látlak benneteket. Egy életre elég törp traumát éltem át. Mi történt, Mimir? Kellemetlen számú méretet vettek rólam, aztán az időjárásról vitatkoztak. Mondd, hová vigyünk? Nekem aztán mindegy, csak valami jó meleg hely legyen. Mielőtt visszatérnénk Midgardba, figyelmeztetek! Több idő telt el a hűnőknek, és a hamazás, ami Baldur halálakor kezdődött, valami mássá vált. Bizonyos előjelekké... Előjelekké a közelgő télé? Nem akármilyen télé, hanem egy olyan nagyé, ami három nyarat felölel, és amikor vége, elkezdődik a Ragnarök. Ragnarök? Hóból? Bizony. Hó, jég és még több hó. Majd a rohadt világ vége, nagyjából ebben a sorrendben. Egy újabb jövendőlés. Nem, testvér. A jövendőlés még legalább 100 télig nem várta ezt. Megváltoztattál valamit. A jövendőlés nem számított rád. Én mondom, ez a Fimbulwinter. A zacskomban érzem. Jó, hosszú lesz. Nem mondok azt. Kezdesz felzaklatni. A havazás még nem jelenti azt. Ez nem csak egy havazás, jól tudod. Ez az idők végzete. Nem hallom, nem is figyelek rád. Srácok! Csak az időjárásról beszéltünk. Mostanában elég hűvös van. Akarja mondani, nyakunkon a Fimbulwinter fiú. A tél, ami véget vett minden télnek, a zacskóimban érzem. Igen, mi... hallottuk. Szóval, ha hazafelé mentek, maradjatok az ösvényen, és ne halljatok meg. Viszont, ha nem hazafelé mentek, akkor se.
Jaj, ne! A torony elnyelte az egység kövét. Szerettem volna újra repülni. Igen, valóban borzasztó. Honnan tudta Odin, hogy Jötunheimbe megyünk, mielőtt még mi tudtuk volna? Tudod, Odin nagyon okos. Majdnem annyira, mint hiszi. Jövendőléseket gyűjt, és azokat a gyűjteményébe rakja. Ezek segítenek neki, hogy minden látónak és minden tudónak higgye magát. De persze mindezt az uralom miatt akarja. Uralom a jövő és a sors felett, hogy tudja uralni minden világ, minden földjének, minden birodalmát. A lehetséges ellenállási forrásokat megkeresi és megsemmisíti, még ha azok eddig soha nem is jelentettek veszélyt. De ő szerinte bármikor jelenthetnek. Szóval nem az a fontos, honnan tudta, mielőtt még ti tudtátok, hanem az, hogy igaza volt. Végre itthon. Mintha 1000 év telt volna el. Kicsit talán húzatos, de még mindig jó. Ideje pihenni. Átalszom az egész teret. Végül is, ez jó lesz. Aludj. Meg lesz. Az íjadat! Magyar hangok. Schneider Zoltán, Peregovics Dániel, Csuha Lajos, Solecki Janka, Forgács Gábor, Seder Gábor, Király Attila, Zöld Csaba, Velker Gábor, Mózer Károly, Dézsi Szabó Gábor, Zakariás Éva, Nemes Takács Kata, Martina Dél, Andrádi Zsanett, Szabó Zsejke, Törtei Tünde, Vadász Bea, Makai Andrea, Nagy Edit, Bitner Anett, Fehérvári Márton, Orbán Gábor, Weigert Viktor, Balda Balázs, Szabó Szása, Juhai Bence, Illés Dániel, Ódor István, Sipka Gábor, Horváth Miklós, Nagy Róbert, Bihar Roland, Németh Péter. Szinkronrendező Sipka Gábor. Hangmérnök Horváth Miklós. Vágó Sipka Gábor és Tóth László. Programozók Tóth László és Tamás Levente. A szöveget szinkronhoz írta Sipka Gábor. Produkciós vezető Sipka Gábor. A szinkron a Balog Mix stúdióban készült. Főtámogatók: Nagy Attila, Lévai Sándor, Nessai, Derzsényi Dávid, Kis Péter Zoltán, Berki György, Hen Viktor Lőrinc, Dobrasi Gergely, Árász Ozán, Nagy András, Illés Tamás, Molnár Attila, Horváth Dániel, Bedécs Gábor, Földes Tibor, Horváth Ernő, Tuska Norbert, Szebenyi Attila, Tóth Tibor, Max. További támogatók: Juhász Márk, Zsidákovics Dávid, Pillér Máté, Karanyic Zoltán, Gábor Péter, J-Hunter, Komáromi Marcell, Mester Ferenc, Halász Márk, Kis Zoltán, Rajos Kata, Garcsik Ferenc, Tóth Csaba, Liskú Dávid, Tihanyi Pál, Holecskó Tamás, Tóth András, Páncél Zoltán, Kasza Gergő, Ilku Imre, Lázányi Imre, Cebei Tibor, Fekete Miklós, Vitai László, Kontics Martin, Balog Tibor,
Vitanyi Imre, Ribai Gábor, Ollé Roland, Tóth Tamás, Svoboda Gergely, Jordáki Viktor, Horavec Tibor, Gertner Sándor, Bajgár Balázs, Farkas Márk, Igert Bence, Albányi Zoltán, Szabó Béla, Koch Zoltán, Szabados Gábor, Szabados Tamás, Bíró Tamás, Balics Roland, Tehenes Dávid, Zsigó Tibor, Hrubos Ádám, Majoros Zoltán, Íjés Dávid, Rákóczi Ferenc, Nagy Viktor, Katona Gábor, Aranyos István, Hegedűs Levente, Molnár Attila, Urbán Róbert, Izsó László, Gurguman Zoltán, Hompot Lóránt, Demeter Attila, Tóth Renáta, Aigner András, Schwarz Tamás, Palkovics Tamás, Szujó Gábor, Kerékgyártó János, Gulyás Szabolcs, Weintráger Zsolt, Lipovics Péter, Hajdú István, Szabó István, Nagy Roland, Ferge László, Várhegyi Sándor, Nagy Denisz, Komoróczki Krisztián, Szabó Dániel, Barát Pál, Répás Gábor, Kovács Dénes, Csontos József, Bandúr Tamás, Iványi Jászka Erika, Bodócs Adrián, Szabó Bertalan, Vég Zoltán, Supka Miklós, Balog Szabolcs, Dinkó Patrik, Krupa Kovács Erika, Juhász Dániel, Szalai Gábor, Kaszab Dávid, Gartner Péter, Béci Károly, Nyíri Balázs, Pírer Mihály, Deák Norbert, László Péter, Herkó Piroska, Török Ádám, Bankó János, Kuruc László, Dobre Krisztián, Lázár Zoltán, Szalok Jenő, Vörös Kornél, Bíró László, Balázs Róbert, Kálmán Viktor, Zsom Miklós, Papp Bálint, Nagy Péter, Szegedi Gergő Sándor, Fiszner Szabolcs, Domján Zoltán, Szembratovics Richard, Gálos Géza, Lőrinc Gábor, Porció Bence, Bojta Balázs, Geresics József, Kovács Róbert, Kuszala Márk, Tinege Hunor, Palik Antal András, Bancsi András, Olácsi Róbert, Kajen Oszi, Nagy Richard, Puskás Dániel, Stranyan Zoltán, Bolyhos Patrik, Kovács Ádám, Medetorian, Alex, Seven, Laon, Fekete Norbert, Borsodi Martin, Sisa Zoltán, Krizsán Gábor, Péter Patrik, Krajsz Távia, Hajdú Sándor, Heinrich Erich, Sipi, Hódos András, Kasumi, Deme Dávid, Csillag Dávid, Rabócki Sándor, Bodor Tamás, Bencik Gábor, Pap István, Cápa Róbert, Csőke Zsolt. Atreus, akkor mehetünk? Igen, de nagyon különös álmom volt. A Fimbulwinter a végéhez ért, és Thor eljött értünk, ide a házba. Csak egy álom volt. De ez más volt. Valódinak tűnt. Mintha a jövő lett volna. Ráérünk majd máskor aggódni emiatt. De ma még sok elintézni valunk van. Gyere!